Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Február 4-e Ráhel és Csenge névnapja van. 90 éve megszületett Grosics Gyula, labdarúgó edző, a Fekete Párduc, a legendás aranycsapat tagja, a nemzet sportolója. Valamint ma van a rákellenes világnap. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. A Vajdasági Magyar Terület és Gazdaságfejlesztési Program január végén kiírt pályázatairól tartottak ma előadást Szabadkán. Megszavazta a Szabadkai Városi Képviselőtestület a közszférában dolgozók számának racionalizációjára vonatkozó mai napirendi pontot. Elfogadta a Szerbiáról szóló országjelentést az Európai Parlament. A szírhelyzetről és a migránsválságról tárgyaltak ma a világ vezetői Londonban. Megnyitották ma a Prosperitáti Alapítvány Szabadkai irodáját, ez annak a 8 irodának az egyike, amely a Vajdasági Magyar Gazdasági és Területfejlesztési Stratégia alapján kiírt pályázatok lebonyolítását végzi. A kis összegű pályázatokat már kiírták, és a munkát már az iroda hivatalos megnyitója előtt elkezdték. Magyar Levente, Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára nyitotta meg a Prosperitáti Alapítvány Szabadkai irodáját. Vajdaságban 8 iroda van, amelyek feladata a Vajdasági Magyar Gazdaság és Területfejlesztési Stratégia alapján kiírt pályázatok körüli segítségnyújtás. A Prosperitáti Alapítvány által irányított irodáknak a feladata, hogy gyakorlatilag decentralizált módon próbálják kezelni és megszervezni a pályáztatást. A pályázatok minél sikeresebb magyarázatát ejtsék meg, és természetesen ez azért fontos, mert azt szeretnénk, hogy minél többen pályázzanak, és ezek a pályázatok minél sikeresebbek legyenek. Már voltak érdeklődők, akik konkrét kérdésekkel keresték meg az irodákat. A területi képviselők fő feladata, hogy segítsenek a pályázóknak a formai követelmények betartásában. A területi irodák elsődleges feladata a leendő pályázók kérdéseinek megválaszolása, a pontos válaszkeresés, a pályázók segítése, úgymond a helyes pályázásban, a formális pontosságban, tehát mindaz, ami a pályázók számára kételyeket jelent, kérdőjelek villognak a fejekben, tehát szeretnénk segíteni őket abban, hogy mindez letisztuljon és egy sikeres pályázatot tudjanak írni. A mikro- és kisvállalkozók számára szánt kisösszegű pályázatokat január 31-én írták ki. Ebben a körben 10 témában pályázhatnak az érdeklődők. Már eddig is sokan keresték fel az illetékeseket. Azt látom, hogy az emberek örömmel fogadják a lehetőséget, és rengetegen kívánnak vele élni, és azt gondolom, hogy rengetegen tudnak majd sikerrel pályázni. Ez egy 3 éves program, azt gondolom, hogy mind a rendelkezésre álló összeg, mind a mostani, illetve elkövetkező pályázati körök olyan lehetőséget biztosítanak mindenki számára, hogy akinek van életképes elképzelése a saját megkapaszkodása, a gazdasági előrehaladása szempontjából, az biztos, hogy profitálni fog ebből a történetből, és azt gondolom, hogy ma ez a vajdasági magyar közösség számára legfontosabb. A Szabadkai mellett területi iroda nyílik Magyarkanizsán, Nagybecskereken, Óbecsén, Temerinben, Topolyán, Zentán és Zomborban. Az érdeklődők az irodákban személyesen 9 és 15 óra között kérhetnek tanácsot. A pályázatokkal kapcsolatos részletek a www.prosperitati.rs oldalon olvashatók. Közösségi találkozót szervezett a Prosperitáti Alapítvány Szabadkán az Újvárosházán a január 31-én 10 területen kiírt pályázatok kapcsán. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Nagy Imre, az Alapítvány Igazgatóbizottságának elnöke és Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára tartott előadást Magyarország kormánya a 2016-2018 között lebonyolításra kerülő pályázatokat.
pályázati folyamat finanszírozója nevében. Az államtitkár a Pannoner TV-nek azt nyilatkozta, hogy a kiírások részleteiről 8 vajdasági irodában informálódhatnak az érdeklődők. Kiemelte, a kiírt 10 pályázat egy 50-ed részét teszi ki annak a támogatási csomagnak, amelyet a magyar kormány már elkülönített erre a célra. Történelmi pillanatnak nevezte a mai napot, mivel a magyar kormány eddig még soha nem indított ekkora gazdaságfejlesztési programot az ország határain kívül. A szerb kormány és a szerb miniszterelnök személyes támogatása és Alekszandar Vučić elkötelezettsége nélkül, amely a magyar-szerb kapcsolatok erősítésére irányul, a gazdasági fejlesztési program nem valósulhatna meg, hangsúlyozta Magyar Levente. Ahhoz, hogy ma Vajdaságban egy itteni magyarságot támogató gazdaságfejlesztési törekvést sikerre vigyünk, ahhoz elengedhetetlenül szükséges az, hogy a szerb kormány és a magyar kormány között kifejezetten baráti, talán minden korábbinál barátibb a viszony. Nem terhelik súlyosnyitott kérdések a két oldalú kapcsolatokat, és ez meglátszik mind a gazdasági számokban, mind az együttműködésünk egyéb területein, de leginkább ma arra kell koncentrálnunk, hogy meglátszik abban, hogy ez a program itt ma bejelenthető, elindítható, és egészen biztos, hogy ebből minden szerb állampolgár, akár direkt, akár közvetett módon, de profitálni fog. A mezőgazdasági szubvenciók csökkentése elsősorban a növénytermesztők számára jelent nehézséget, jelentette ki a szerbiai RTV híradójában Dragan Glamočić, miniszterelnöki tanácsadó. Azt is hozzátette, hogy a támogatások összértéke 500 millió dinárral több lesz, mint tavaly. A szerb kormány szombati rendelete értelmében 2016-ban a mezőgazdasági termelők az eddigi 12 000 dináros támogatás helyett hektáronként 4 000 dináros szubvencióra jogosultak. Dragan Glamočić miniszterelnöki tanácsadó a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, ugyan a mezőgazdasági minisztérium költségvetése kisebb lett 1 milliárd dinárral, a szubvenciókra szánt büdzsé viszont 500 millió dinárral több, mint az előző évben. Ovo nije loša vest za sve poljoprivredne proizvođače. Ovo je loša vest samo na prvi mah za one koji se bave biljnom proizvodnjom, dok u stočarskoj proizvodnji subvencije su ostale iste, čak za košnice pčela su subvencije povećane, povećano su sredstva za investicije i to je ono čemu ova vlada radi. Glamočić elmondása szerint azért volt szükség a szubvenciók csökkentésére, mert az előző évben több mezőgazdasági termelő is visszaélt a támogatásokkal. A befektetéseket viszont támogatja a kormány. Ono što je važno reći, Srbija je povećala sredstva za investicije, što znači svako onaj ko bude hteo da investira 10.000 eura za kupovinu neke mašine, Srbija će mu dati, odnosno Republika Srbija će mu dati 5 do 6 hiljada eura svoj par. Znači više od pola sredstava će dobiti iz budžeta Republike Srbije i zbog toga će to biti razvoj orijentisan na poljoprivredu. Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár korábban elmondta, a Vajdasági Magyar Szövetség módosító indítványokban fogalmazta meg a javaslatait a támogatások túlzott csökkentése ellen. Viszont ezeket a szerb kormány a költségvetési takarékossági intézkedésekre és a Nemzetközi Valuta Alappal kötött megállapodásra hivatkozva visszautasította. A vidékfejlesztésre szánt eszközök 1,3 milliárd dináról 2,9 milliárdra növekedtek. A szerb kormány elfogadta az általános közigazgatási eljárásról szóló törvényjavaslatot. Ez előirányozza, hogy többé nem a polgároknak kell beszerezniük az olyan okmányokat, mint az anyakönyvi kivonat vagy az állampolgársági bizonylat, hanem ezt az állami tisztviselőnek kell megtennie az elektronikus adatbázis segítségével, tájékoztatotta az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium. A törvény elfogadásától számított 90 napon belül az állami hivatalnokoknak kell minden olyan adatot biztosítaniuk, amely a polgárokra vonatkozik, és megtalálható a hivatali nyilvántartásban. A törvény szigorú büntetést irányoz elő arra az esetre, ha nem tartanák tiszteletben ezen rendeletet. A szerb kormány az általános közigazgatási eljárásról szóló törvényjavaslatot továbbította a köztársasági parlamenthez. Létszámcsökkentés lesz a közszférában, Szerbiában 2373 főre korlátozzák a dolgozók számát Szabadkán, döntött a Városi Képviselőtestület. A VKT mai ülésén megalakult a Magyar Mozgalom frakciója, megszűnt viszont a Szerbiai Szocialista Párt köré csoportosult frakció. A köztársasági határozat alapján a meghatározatlan időre szóló munkaszerződéssel rendelkezők számát az eddigi 2554-ről 2373-ra csökkentik, vagyis 181 dolgozó munkanélkül maradt Szabadkán. Az elbocsájtásokat a határozat meghozatala után számított 60 napon belül kell végrehajtani. 2018-ig a közszférában 2095-re kell csökkenteni a foglalkoztatottak számát a városban.
Erre a választások után kerül majd sor. Maglai Jenő Szabadka polgármestere szükséges lépésnek tartja a határozat elfogadását. A legtöbben nyugdíjba, illetve végkielégítéseket fognak kapni, akik önszántakból fognak elmenni. Természetesen lesznek olyan helyek is, olyan munkahelyek is, akik nem akarnak elmenni, de az igazgató fognak erről dönteni, tehát minden intézmény, illetve közvalt igazgató fogja meghatározni, hogy kiket fog megtartani, illetve kik fognak feleslegessé válni a vállalatokba. Az ellenzéki képviselők nem értik, mi alapján határozták meg a maximális alkalmazotti létszámot. Hosszasnak és szakszerűtlennek vélik a terv kidolgozását. Oni su dobili broj, smanjili su po ko zna kojim kriterijuma broj zaposlenih po raznim preduzećima, gradskoj upravi i ustanovama, a onda će nakon toga u tim preduzećima odrediti na kojim pozicijama će biti višak. Ne znam opet po osnovu kojih kriterijuma, a bojimo se da će tu prevladati partijski kriterijumi. A közelgő választások előtt több képviselő is frakciót váltott. A Magyar Mozgalom 9, eddig a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben politizáló tagja saját frakciót alakított, Húsvári József vezetésével. A frakcióvezető azt mondta, kizárólag a város és vajdasági érdekeit szolgálják majd. Ezzel a változással tulajdonképpen egy nagy adag szabadságot kaptunk, tehát többet olyan gondjaink nincsen, hogy olyan argumentumokkal próbálnak bennünket valaminek az elfogadására rábízni, hogy ezt a párt így akarja. Itt szabad emberek szabad gondolkodásáról van szó, és mindenki a saját véleménye szerint fog részt venni a képviselőház munkájában. A VMS szabadkai frakció vezetője erre reagálva azt mondta, az önálló képviselőcsoport létrehozása formálisan rendben van, és nincs ellentét a két csoportosulás között. A VMS továbbra is folytatja eddigi munkáját. Nem várok az elkövetkező hónapokban sem különösebben ellentétet, mert stratégiai szinten hát magyar emberek volnánk, ugye, és hát ugye magyarságnak van egy érdeke, ami előre viszi az ügyünket. Tehát én nem látok rémeket, és nem félek a következő időszaktól. Annyit viszont mondhatok a magam részéről is, és a VMS hivatalos álláspontja is ez, hogy egy biztos nem fog bekövetkezni, hogy a VMS képviselőcsoportja az újonnan megalakult képviselőcsoport ellen ágálna, kígyott békát kiabálna. Az új tömörülés a továbbiakban a hatalmi többség részét képezi majd. Ugyanakkor a Szerbiai Szocialista Párt vezette frakció megszűnt a képviselőtestületben, mivel két hozzájuk tartozó képviselő átigazolta a mozgalom a fordulatért elnevezésű tömörülésbe. 5 dolgozónak kell felmondani a Szabadkai Gyermekszínházban, miután a Városi Képviselőtestület elfogadta a közszféra létszám csökkentésére vonatkozó javaslatot. Az intézményben évente mintegy 300-350 előadást játszanak. A racionalizációt követően csak nehezen tudják majd ellátni ezt a feladatot. Ne hadonász! Kornet az igány! Kevés fiatal van Szabadkán, aki nem a gyermekszínház előadásain nőtt fel. Több mint 70 éves fennállása alatt olyan intézményé nőtte ki magát, melynek szervezeti és művészeti színvonala képes megfelelni a korszerű gyermekszínjátszás legösszetettebb elvárásainak. Évente átlagban 6 bemutatót tartanak. A székházukban zajló előadásaik mellett sokat tájolnak is. A technikai személyzet és a színészek is a teljesítő képességük határán dolgoznak. Zöcsöm a maximum is szebe. Dokáčem o tom oči, to ne znam, otprilike to nije stvar odluke, nego dok imate snage, dok ne amortizujete dakle ansambl, glumce i sve ostalo. Tako da sada uspevamo iz jednog prvo jednostavnog razloga, jer negde kad ste umetnosti, onda to vam nije posao, to vam je život. A gyermekszínház előadásai különböző korú gyermekeknek szólnak, az óvodástól a középiskolás korosztályig. Műsorkínálatuk igen széles, népmeséktől Shakespeare művekig terjed. Az előadásokat egyaránt jellemzik a báb és élő színpadi elemek. A Városi Képviselőtestület által elfogadott racionalizáció miatt elbocsátások várhatóak az intézményben. A javaslat szerint 5 munkást kell elbocsájtanunk. A 37-ből 5 munkás, az körülbelül 15%, és ahogyan hallottuk, ez csak az első kör, a lépítésnek az első köre, elvileg még 2 kellene, hogy legyen. És hogyha ha ez így folytatódik, akkor mi teljesen el fogunk lehetetlenülni.
A közszféra létszám leépítésének következő köre idén júniusra várható. Tavaly évvégén került dobra a PIK Becsei mezőgazdasági kombinát, nem sokkal később több száz munkavállalónak mondtak fel az MK Group tulajdonává lett cégben, ők végkielégítés nélkül kerültek utcára. A kombinát egykori dolgozói tiltakozásuk jeléül csütörtökön is összegyűltek Óbecse központjában. Szeretnénk, hogy az állam valamit segíjen a népeknek, mert soknak ilyen házra, nekem is kreditem van, meg 80%-a körülbelül itt a munkásoknak kredit alatt van, meg van, aki saját maga, pikkes, mint én, magam is saját magam dolgozok, a családnak a lány, középiskolás, és valami segélyt, hogy adnának, vagy ilyen végkielégítést, vagy valamit. Az új tulajdonos nem köteles végkielégítést fizetni az elbocsátottaknak, ezért az érintettek a kormánytól várnak segítséget. Nem olyan najbitnije, da ljudi koji su otišli na biro, da mogu da prehrane svoje porodice u ovom zimskom periodu. Osjećamo se i prevarenim i izdanim i od strane sindikata i od strane rukovodstva opštine, lokalne samouprave i od države i od svih. A kombinát az elbocsátottak egy részét újra alkalmazta, de csak nem 700 embernek a sorsa bizonytalan. Bár a kombinát 2008-as privatizálása után megszűnt az államvállalat feletti illetékessége, a kormány segítséget ígért a bajba jutottaknak. Tražimo pravni model, kako da opština Bečej preuzme jedan deo zaposlenih koji su višak, koji neće biti potrebni novom vlasniku, da ih preuzme opština Bečej, a da onda vlada Republike Srbije iznađe pravni model da da socijalni program, to jest otpremnine, opštini Bečej, to jest onima koji smo preuzeli iz PIK-a Bečej. PIK elbocsájtott dolgozói kitartanak, azt mondják, addig járnak ki a térre, amíg valamilyen eredményt el nem érnek. Elfogadta a Szerbiáról szóló országjelentést az Európai Parlament. A jelentésben egyebek mellett üdvözlik, hogy 2015-ben előrehaladás történt a Belgrád és Pristina közötti viszony normalizálásában, és kérik a szerb és koszovói vezetést, hogy minél előbb és teljes mértékben valósítsák meg a már aláírt megállapodásokat. Ez egyik azoknak a feltételeknek, amelyek teljesítése nélkül Szerbia nem válhat az EU tagjává. Deli Andor fideszes európai parlamenti képviselő több változtatást javasolt az eredeti szövegtervezethez, amelyek nagy része a jogállamiság és a kisebbségi jogok erősítésére vonatkozik. Én azt gondolom, hogy egy mindenki számára elfogadható dokumentumot kapottunk végül. Ezt többféleképpen lehet értelmezni. Általában azt szokták mondani, hogy a kompromisszumos megoldások azok akkor jók, ha egyik fél sem elégedett, mert azt jelenti, hogy mind a két fél engedett a folyamatban. De komolyra váltva a szót, én azt gondolom, hogy ez egy olyan dokumentum, amelyben az Európai Parlament egyrészt felsorolta azokat a pontokat, amelyeket még számon kér Szerbiától mindenféle területekre vonatkozóan, másodszorban pedig ugyanakkor az is teljesen nyilvánvaló ebből a dokumentumból, hogy Szerbia számára az Európai Parlament egy komoly partner, talán a legkomolyabb partner az európai intézmények közül, és hogy segíteni próbáljuk ebből a házból a szerb-európai integrációs csatlakozási folyamatokat. Készen állunk arra, hogy részesei legyünk egy közös európai megoldásnak, mondta Alexander Vučić. A szerb kormányfő Londonban adott interjút a BBC-nek, amelyben a migránsválságról és Szerbia uniós csatlakozásáról beszéltek. A rádió műsorban Vučić elmondta, nem elégedett azzal, hogy Európa még nem talált megoldást a migránsválságra. A műsorvezető kérdésére, miszerint hány bevándorlót tudna befogadni Szerbia, a szerb kormányfő azt válaszolta, hogy akár 10 000 menekültet is befogadna az ország, amennyiben ilyen megoldást szorgalmazna az Unió. Szoros az együttműködésünk Németországgal, az európai döntésekhez fogunk igazodni. Amennyiben az Unió úgy dönt, hogy a migránsválság kezelésére a határok lezárása lenne a megoldás, akkor lezárjuk a határainkat, annak ellenére, hogy ezt nem tartom jó ötletnek, mondta a szerb miniszterelnök. A szír helyzetről és a migránsválságról tárgyaltak ma a világvezetői Londonban. A konferencián jelentős mennyiségű új felajánlást gyűjtenek össze sürgős humanitárius segítség, illetve hosszabb távú szükségletek céljára. Így támogatnák a harcok miatt kitelepített szíreket, valamint az őket befogadó államokat. A londoni konferenciát az Egyesült Királyság, Németország, Kuwait, Norvégia és az Egyesült Nemzetek szervezete rendezi.
A plenáris tanácskozások mellett a résztvevők számos kétoldalú megbeszélést is tartottak. Gyülekeznek a világvezetői Londonban. Több mint 70 állam vezetője vesz részt a konferencián, amelynek célja, hogy egy jelentős mennyiségű új felajánlást gyűjtsenek össze a szírmenekülteknek és az őket befogadó szomszédos államoknak. Az ENSZ és a vele együttműködő nemkormányzati szervezetek becslése alapján idén összesen 8 milliárd 960 millió dollárt igényelne a szíriai humanitárius válság kezelése. First of all, the greatest possible pledge for those UN funds so that we can feed refugees, we can house refugees, we can make sure they get the medical aid and the assistance they need. That is vital task number one. Vital task number two is to make sure that the children of refugees aren't kept out of school. We do not want a generation to miss out on schooling and all that it means for their life chances. So we want every child to be educated in the region or in refugee camps by the end of 2016. Ez azonban nem minden. A menekülteknek dolgozniuk is kell, vagyis munkahelyet kell teremteni számukra a befogadó országokban, hogy megőrizhessék emberi méltóságukat. Angela Merkel német kancellár elmondta, a tervek szerint Németország 2,3 milliárd eurót különít el erre a célra 2018 végéig, vagyis az idén 1,1 milliárddal támogatna az alapot. Az Egyesült Államok 890 millió dollárt ajánlott fel. A szerb kormány a szombati ülésen döntött úgy, hogy 500 ezer eurót különít el a szíriai gyerekek helyzetének javítására, ami szerényebb a nagyhatalmakéhoz képest. Mi moramo da obezbedimo i više posla da nastavimo sa teškim reformama, ali da obezbeđujemo bolji život za naše građane, da smo mnogo toga uložili u to, da bi sad trebalo to konačno da počne da se vraća našim građanima, da svaki problem koji postoji i u Siriji, koji postoji na severu Afrike, da se on reflektuje i na naš region i da tražimo pomoć za očuvanje stabilnosti u celom regionu. Mindez abban a pillanatban történik, amikor az ENSZ külön megbízottja felfüggesztette a hétfőn indult szíriai béketárgyalásokat, miután az ellenzék egyelőre vele sem hajlandó egyeztetni. It is deeply disturbing that the initial steps of the talks have been undermined by the continuous lack of sufficient humanitarian access and by a sudden increase of aerial bombings and military activities within Syria. The focus on the people of Syria is also being lost amid petty procedural matters. Egyes országok szerint legfeljebb 2 hónap maradt hátra, hogy megoldást találjanak. Amennyiben ez nem történik meg, a migránsválság tovább terjed eddig nem érintett területekre is, és egyre nagyobb méreteket ölt majd. Szíriában csaknem 5 éve tartanak a harcok, ami miatt mintegy 250 ezeren haltak meg, és több mint 4 millióan kerestek menedéket országuk határain kívül. Népirtásnak minősítette az Európai Parlament az iszlám állam rémtetteit, amelyeket a terrorszervezet a keresztény és más etnikai vallási kisebbségekkel szemben hajt végre a Közel-Keleten. A genocidiumról szóló határozat elfogadása fontos állomás a terroristák elleni küzdelemben, amit nagyon hamar helyszíni cselekvésnek is követnie kell. Az üldözött közösségek megtartása érdekében hangsúlyozta a szavazást követően Hölvényi György, néppárti képviselő, mint a határozat egyik kezdeményezője az EP csütörtöki plenáris ülésén. A politikus emlékeztetett, hogy míg Európa hosszas ideológiai vitákat folytat a bevándorlásról, az iszlám állam folyamatos etnikai és kulturális tisztogatást hajt végre a Közel-Keleten. A határozat egyértelműen kimondja, az ősi etnikai és vallási kisebbségek elidegeníthetetlen joga, hogy szülőföldjükön éljenek és boldoguljanak. A nemzetközi közösség felelőssége abban áll, hogy ennek érdekében az eddigieknél is több lakhatást, oktatást és foglalkoztatást elősegítő projektet valósítson meg a térségben. Németországban 4,5 éves mélypontra süllyedt Angela Merkel kancellár támogatottsága, és a lakosság 81%-a szerint kormánya elveszítette az ellenőrzést a menekültügyi helyzet felett, mutatta ki egy csütörtökön ismertetett felmérés. A Die Welt című lap és az ARD országos közszolgálati televízió megrendelésére készült közvéleménykutatás szerint a lakosság mindössze 18%-a gondolja, hogy a kormány uralja a menekült helyzetet. Még az Angela Merkel vezette jobboldali CDU-CSU pártszövetség szavazótáborában is csupán 33% gondolja, hogy a kormány az ellenőrzése alatt tartja a menekültválság miatt kialakult helyzetet.
A németek 61%-a a kormány egészének munkájával is elégedetlen, és csupán 38%-os az elégedettek aránya. Bombafenyegetés miatt általános riasztást rendeltek el csütörtökön néhány órára a spanyol főváros repülőterén, közölt a légikikötő üzemeltetésért felelős vállalat. A tájékoztatás szerint a Saud Airlines Madrid-Riyad útvonalon közlekedő járatának kapitánya még az indulás előtt jelezte, hogy bombafenyegetést kaptak. Az utasokat azonnal leszállították, a repülőgépet pedig a szabályoknak megfelelően elkülönítették, és a szakemberek megkezdték az átvizsgálását. A spanyol belügyminiszter újságíróknak nyilatkozva elmondta, összesen 97 utast és a 15 fős legénységet evakuálták a gép fedélzetéről. Egy kézzel írt papírt találtak arról, hogy bomba lehet a repülőn, a kapitány ezután tájékoztatta a légi irányítást, és döntött úgy, hogy nem száll fel. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 74 vajdasági házaspár kapott támogatást falusi ház megvásárlására. Javította a magyar labdarúgó válogatotta a FIFA világranglista helyezésén. Emlékülést tartanak szombaton Kassa József Szabadka egykori polgármesterének emlékére, áll az önkormányzat közleményében. Az eseményt a Városháza dísztermében tartják 11 órakor. Kassa Józsefet szombaton 13 órakor kísérik utolsó útjára Szabadkán, a Bajai úti temető halottasházából. A politikus 71 éves korában szerda hajnalban hunyt el Szabadkán. 74 vajdasági házaspár kapott támogatást falusi ház megvásárlására a tartományi gazdasági foglalkoztatási és nemi egyenjogúsági titkárság pályázatán. Ezzel a fiatalok itthon maradását, illetve falvak benépesítését szeretnék ösztönözni. A szerződéseket Bolyán Pájtit, a tartományi kormány elnöke adta át a családoknak. Összesen 68 millió dinárt irányoztak elő a falusi házak megvásárlásának támogatására. 74 fiatal családot karolnak így fel. Sajnos önerőből nem tudtunk magunknak otthon biztosítani, és nekünk összesen 5 gyermekünk van, tehát nekünk ez a biztonságot jelenti, és a tovább haladást, főleg az, hogy ugye falun van, ez nekünk nagyon-nagyon fontos. A családoknak arra is lehetőségük lesz, hogy mezőgazdasággal foglalkozzanak. Az illetékesek olyan tanfolyamokat is szerveznek, amelyek megismertetik őket az ökológiai termelési folyamatokkal. Na ovaj način oko 150 dece dobilo je priliku da odrasta na zdrav način, da odrasta u sopstvenoj kući, a iskoristili smo ovaj program da omogućimo i veću ravnopravnost žena, zato što u našem društvu oko 90% nekretnina je u vlasništvu muškaraca, što nije pravedno, što nije prihvatljivo, kroz ovaj program polovinu nepokretnosti, odnosno kuće i okućnice ima supruga, polovinu dobija drugi bračni drug. A tartományi kormány számos más fontos programot is megvalósított az elmúlt időszakban, és sokat tett a falusi élet felvirágoztatásáért. Emelte ki Miroslav Vászin, tartományi gazdasági titkár. Pokrajinska vlada u prethodnih 10 godina na desetine domova zdravlja, škola, obdaništa, bolnice, vrtića, sportske hala, školske hala renovirala i time zaista omogućila da danas život na selu po potencijalima i mogućnostima koje pruža bude potpuno jednak životu na gradu. A szerződés aláírás által nem csak új otthont kaphatnak a családok, többen új házi kedvencet is örökbe fogadtak a Verbászi Kutyamenhely által szervezett kutyakiállításon. Tovább javított a világranglistás helyezését a magyar labdarúgó válogatott, amely már a 19. a rangsorban. A világranglista 1993-as bevezetése óta ez a legjobb helyezés. Az előző csúcsa egy hónapja volt, amikor a 20. pozíciót foglalt el a csapat. A rangsor bő élcsoportjában nincs változás, így az első három helyen is maradt az előző havi sorrend. Belgium vezet Argentina és Spanyolország előtt. Szerbia az 51. helyet foglalja el, és olyan nemzeti csapatok állnak előtt a rangsorban, mint Jamaica, Szenegál vagy Algéria. A szabadkai Spartakusz labdarúgói gól nélküli döntetlent értek el első felkészülési mérkőzésükön az ugyancsak szuperligás ivanyicai Jávor ellen.
Az Ohridban edzőtáborozó szabadkai együtteshez három új játékos csatlakozott, Nenad Sivić, a kazasztáni Tobol, a klub korábbi játékosa Slobodan Novakovic, az újvidéki Proleter, Ognjen Modrinszky pedig a német másodosztályú Greuther Fürth együttesétől érkezett a kék galambokhoz. A Spartakusz a macedóniai edzőtáborban még három mérkőzést játszik, előbb a Surtulicai Radnik, majd a Reszeni Mladost, végül pedig a Lucsáni Mladostnál. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A Vajdasági Magyar Terület és Gazdaságfejlesztési Program január végén kiírt pályázatairól tartottak ma előadást Szabadkán. Megszavazta a Szabadkai Városi Képviselőtestület a közszférában dolgozók számának racionalizációjára vonatkozó mai napirendi pontot. Elfogadta a Szerbiáról szóló országjelentést az Európai Parlament. A szírhelyzetről és a migránsválságról tárgyaltak ma a világ vezetői Londonban. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Szép estét a viszontlátásra!